Sziasztok! Január 30-a van, a tisztító kúrának a második napja, és gondoltam, hogy itt egy kis rövid, gyors összegzést végzek. Na most a helyzetjelentés az az, hogy elkezdtem, és a mérleg úgy áll, hogy kettő gyermek itthon van lázasan. Tehát valahogy a sors úgy rendezte, hogy nem a legjobb kezdés volt ez nekem, mert hogy nem igazán tudtam ugye arra figyelni, arra fókuszálni, amiben én belevágok, és ezért a lázas gyerekeket ápolgatom, készítem nekik a teát, a pirítóst, az egyéb ennivalókat, az egészségesnek ugye más ennivalót, a rétes, a gipfeli, tehát sok olyan dolog van, ami nem tartozik a tisztító kúrához, és én nem eszem. De valójában az jutott eszembe, hogy mennyire sok minden ilyenkor felszínre tör, hogy mire tanít engem ez. És rájöttem, hogy engem nem is az zavar, hogyha látom az asztalon például az ételt, vagy hogy mások azt eszik, hanem ahogy vittem azt az egy napot, ami eddig teljes volt, ma meg ugye délelőtt van, és éppen próbálom legyűrni a vizet, amit rájöttem, hogy nem tudok két pohár vizet én egyszerre, két nagy pohár vizet egyszerre meginni. Főleg annál is inkább nem, mert tél van, és télen a hideg vizet sem tudom meginni. Úgyhogy én melegen iszom, és egy picit citromlevet teszek bele, ezt én amúgy szoktam inni reggel, minden reggel citromos meleg vizet. Úgyhogy próbálom a magam kis tanulságait levonni, na de visszatérve, az első nagy tanulság, hogy ahogy megy óra pontosan, hogy mikor mit kell enned és innod, mert hogy eszek ugye négy alkalommal, sőt nekem van egy plusz ötödik beiktatva, mert nagyon korán vacsorázok, és ehhez képest már este későbben, ha később fekszek, akkor ugye megéhezek. A cél az lenne, hogy ne éhezzek a tisztítókúra alatt. Na most én tegnap éhes voltam, de azért is, mert ugye fejben, ahogy elindultak a folyamatok, tehát a tanulság, hogy észrevettem, hogy mennyi mindenhez amúgy csak úgy nyúl az ember szokásként, mint amikor a cigarettához nyúl valaki és rágyújt. Én régen dohányoztam, és le is szoktam, és utána volt egy hosszú időszak, jó pár hét, amikor akaratlanul nyúltam érte, mert berögzült ez a szokás. Na most ugyanez van itt most a kajánál, hogy ó, itt egy falat, ott egy falat, ó, a gyerekek ugye mit hagytak, vagy hogyan, és akkor az végül is egész nap megy ez az eszegetés rész, amit én tudom, hogy ez nekem nagy kihívás, és ugye ez most erősen rávilágított, hogy ez hogy is működik itthon, még ha nem is egészségtelen, hanem mondjuk egészséges dolgot eszel, egy gyümölcs, vagy bármi olyan. Ugye a főétkezések nálunk is, mivel minden gyerek mindig itthon eszik, kivéve amikor egy-két olyan helyre tudom őket befizetni, úgymond, ahol kapnak mitákszt, ezt így mondják itt nálunk. Tehát, hogy igazából egész más, mint az otthoni rendszer, és naponta több étkezést kell ugye elkészítenem. Na most ezt így, hogy még betegek is, és akkor az én lelkületemben egy kicsit ez visszaesést jelentett, a telihold se segít különben, ugye holnap van telihold, és az előtte lévő időszakok erősen hatnak. No, tehát, hogy azt érzem, hogy igazából belevágtam, de hogy én ebbe gyenge vagyok jelenleg. Gyenge. Tehát eszek bizonyos kisebb adagokat, ugye fehérjét, halat, húst, tojást, rákot ettem például. És a másik nagy kérdés számomra, hogy én alkalmas vagyok-e arra, hogy valóban ennyi ötletet találjak ki, és van egy csoport, aki segít, és nyilván többféle módszer, de hogy úristen, ennyi recept, és ezek mind sómentesen, cukormentesen, de finomakat, és hogy kombinálod, és ugye ezen a héten csak a fehérjét eszem, úgyhogy igazából ez nekem nagy kihívás, és egy picit el is kenődtem, de fogok beszélni. Egy pillanat, szívem, adok mindjárt. Mindjárt mennem is kell. Tehát beszélek azzal, aki engem ebben segít, hogy ez hogy van, hogy működik, tehát nyilván napról napra kérhetek én tőle tanácsot. Úgyhogy most itt tartok. Na hát itt van az ital, amit lehet inni. Úgy néz ki a dolog, hogy én beállítottam az órámat, hogy minden a telefonon, ugye, hogy mindig jelezzen, hogyha valamit innom kell, vagy ennem kell, mert hogy ez valóban sűrű, tehát, hogy most az étkezés után az étkezés legyen mondjuk fél óra, az étkezés után 15 perccel ideál meg két pohár vizet. Na hát ez nálam alapból esélytelen.
Egy csomó esetben elfelejtem, nem foglalkozok vele, megyek tovább. Na most ezek pittyegnek, ezek a jelzések, és akkor ugye akkor meg kell inni, úgy, ahogy mondják. Ez most például kortyonként. És hát azért tényleg ember legyen a talpán, aki mondjuk napi 10-12 óra munkában, ez most kinek mi, ugye, pontosan tudja ezeket a rendszereket tartani. Na most a cél az az, nyilván, hogy egy rutinná váljon a fogyasztásod, az étkezésed, az, hogy hogyan iszol vizet, hogy hogyan nem nassolsz, hogy hogyan tudod az egészséges ételt gyorsan elkészíteni, és pikpak. Tehát a szoros menetrend mellett ugye ezt kell betartanod. Azt tanácsolták nekem, hogy igenis a vízfogyasztás legyen meg nagyon, nagyon ütemezve és programozva. Nyilván második napon van, tehát majd 10-20 nap múlva egész más dolgokról tudok beszámolni, de a videónak is a lényege az az, hogy így tömbösítve összerakom nektek, és egyfajta tanulságként, hogy hogyan zajlik ez nálam. És én azt hiszem, hogy nem véletlenül érkezett ez a kihívás ide az életembe, ami nekem valóban kihívás, annak ellenére, hogy én egy fit, egészséges ember vagyok, semmi nem olyan problémám nincsen, amire azt mondtam volna, hogy mert hogy ez a tisztítókúra azoknak is nagyon jó, akiknek bizonyos betegségeik vannak, vagy bizonyos okoknál fogva, de például az allergia mondjuk ide sorolható, az nekem van. És azt gondolom, hogy pont, hogy ez lenne a célom, hogy a 28 nap alatt a tanulságait levonni. Már most tudom az első két napon, hogy ugye nekem a hétfő kedd a munkanapom, én ilyenkor dolgozok, kreatívan, és nagyon sok ötletem van, és most is lett volna a kliensem, le kellett mondanom. A gyerek betegség miatt könnyű volt különben, tehát ez megoldható, ő is kisgyerekes anyuka, tehát rugalmasan meg tudjuk oldani. De az én életemben nekem, az, hogy ezt a hétfő keddet, amikor nekem a gyerekeim óvodában, iskolában, bölcsödében vannak összelogisztikázva, ugye ezt mind le kellett mondanom, így kvázi nem tudok dolgozni. Most engem azt tölt fel, hogyha tudok kreatívan dolgozni. Közben például egyszerű példa, még filmeket vágok, nyilván nem erre gondolok, hogy éhes vagyok, de hogyha közben én a gyerekeknek készítek egy csomó mindent, akkor nyilvánvaló, hogy sokkal, sokkal közelebb vagyok a témához. Írta valaki, hogy ő étteremben dolgozik. Hát amellett sem könnyű, ugye? Mindezt. Tehát, hogy valóban vannak ebben ilyen momentumok. És csak azt akarom ezzel mondani, hogy tudd meg, hogy neked mi a szisztémád. Hogy neked mi az, ami téged feltölt. A tornát is most ugye elvileg erre a hétre tilos tornázni. Hát én azért szeretnék, amikor egy kicsit jobban érzem az energiát, egy nagyon rövidet egyszerűen tornáznék, mert hogy a 8-7-es torna programból nem szeretnék emiatt kiesni. És már úgy kiesni, hogy a magam mércéje szerint, hogy a 7 napból ugye az én minimum vállalásom az 3 torna, meglátjuk. Tehát próbálok gyengéd lenni magamhoz, türelmes, mert hogy így a napokban sokkal türelmetlenebb is voltam. Nyilván izgulok ezen, hogy hogyan fog történni a dolog, és igen, hogy mit fog előhozni bennem. Úgyhogy... vagyunk az ebéden, amiben ez a csodálatos sült csirke volt. Egy, nekem nagyon ízlett így só nélkül is, úgyhogy be volt előre pácolva, úgyhogy tényleg nagyon, nagyon jól esett. Kettő, az én drága egyik gyermekem azt mondja, hogy hát anya, itt ennek semmi íze nincsen. És valójában ők azt érezték, hogy nincs íze az ételnek, mert nincs benne só. Amúgy tényleg jó ízű volt a hús. Ők kaptak még sült krumplit, és egy kis zöldséget, de nem aratott olyan nagy sikert ez a husi. Sorry. Ami nekem konklúzió az az, hogy nekem délelőtt 10 órakor, én már nagyon éhes voltam, úgyhogy ez így valahogy egy tényleg nagy kihívás. Sziasztok! És gyorsan ettem egy pár szem mandulát, mert azt mondták, hogy ez így belefér. Ti meg eszitek itt a sült krumplit előttem. Jola, milyen volt a husi? A bőre nem jó. Nem volt jó, és milyen volt az íze? Ilyen... Sótlan? Nem. Nem?
Igen, nem volt. Violám 5 éves, ő még nem igazán tudja pontosan ezeket összerakni, de ő mondta, hogy hát olyan ízetlen. Úgyhogy tényleg az új ízek felfedezése, az egy komoly cél. Ugye, csajok? És én annak örülnék, ha a 28 nap végén azt mondanánk, hogy váó, vannak új ízek, és váó, meg lehet enni ezt és ezt is só nélkül, zöld fűszerekkel és egyéb fűszerekkel. Úgyhogy én igyekszem kitartó lenni. De a paradicsom nagyon nem volt íze. Hát igen, az egy téli paradicsom volt, aminek nem volt íze. Jobb lenne, ha Szicíliában lennénk, és ha gyönyörű kis gömbölyű kis szicíliai paradicsomot tehetnénk, ami csodálatos, jó ízű, de hát ez nem az volt. Vagyok most már az első hét nagy részén, ma péntek van, tehát a fehér hétnek a nagy részén, és ugye a harmadik, a negyedik napnál volt egy ilyen nagy változás, mert valószínű a szervezetem akkor vette észre, hogy na, valójában most mit is csinálunk, és előtte az első három napot úgy tudnám értékelni, hogy sokkal intenzívebben éltem azt, hogy nem ehetek, nem akkor ehetek, és nem azt, amit én korábban. De nagyon sok hozadéka lett aztán ennek a fejemben, elkezdtem erről gondolkodni, amit már korábban el is mondtam nektek. Tehát a lényeg az, hogy utána volt egy ilyen változás, és a mai nap, meg a tegnapi nap is már sokkal jobb, és jobban értem, jobban érzem, hogy miről van szó. Betartom, hogy ezeket a fehér dolgokat eszem, és hát bevallom őszintén, hogy kétszer tornáztam, mert hogy megy ugye a hasprogram, és úgy döntöttem, hogy bevállalom. Én az esti órákban vagyok sokkal aktívabb, tehát nekem a délelőttök jóval nehezebbek voltak, most a mai délelőtt is oké volt, viszont ehhez képest ugye 8:30-kor ettem a reggelit, tehát 11:30-kor én már ebédeltem, úgyhogy hamarabb, mint a gyerekek, ők pedig délbe ettek. Na most, ami nagyon jó nekem, hogy tényleg az óra pittyeg, és jelzi, hogy mikor mit kell tennem. Most mindjárt útra kelünk a gyerekekkel, bekészítem a tojást, illetve amit még úgy érzek, húst lehet hidegen is, és a délután, ahol ér majd a következő étkezés, ami ugye, hát ha jól értelmezem, akkor olyan 3 óra körül lesz az uzsonnám, akkor ott fogom megenni. És persze a víz és a hozzávaló italok. A tornát pedig hát este megcsináltam, nekem nagyon jól esett, lehet, hogy tilos, úgyhogy sorry. Remélem, ezzel nem ártottam, de nekem jól esett, és nem is túlzásba, tehát egy 30 perc volt. Igen, viszont izzadtam rendesen, és mivel hastorna, ezért nyilván maga ez a hasi fogyás, a törzsnek, a körfogatának az, hogy csökkenjen, ez nálam ez a fontos cél. Úgyhogy a héten ugye 2 van, meg az én vállalásom a 8 hét hasprogramra minimum 3 hetente. Ezeket előtte túl teljesítettem, most még a hétvégén meglátom, hogy érzem magam. Ha nem érzem jól magam és gyenge vagyok, akkor nem csinálom. És mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy kezdj el nézni a saját jelzéseit, mert mindenkinek más a szisztémája. Mindenki máshogy reagálhat dolgokra. Most éppen a háttérben az MMM golyón veszekednek. Ezt kérlek, fejezzétek be, jó lányok? Köszönöm szépen. És tudják is, hogy videót veszek föl, de hát ugye ez az élet. És az MMM golyót, ami tömény szénhidrát és mogyoró, azt el is fogom kobozni, miután végeztem. Mert hogy befalnák az egészet egyszerre. Hitem szerint egész bátran lehet a gyerekeknek édességet enni, de irányítottan, tehát nem öncélúan, nem akkor, amikor ő akarja, nem egész nap, nem az étkezés helyett, hanem inkább ilyen desszert gyanánt, például ebéd után, és mi most ebéd után vagyunk, és ez mondjuk egy desszert, és aztán útra kelünk. Most éppen az egyik svájci kórháznak az ügyeletéről, Notfall, ahogy így mondják, itt nálunk készül a videó. És ez azért érdekes, mert hogy igazából a kihívás ott kezdődik, ugye, amikor a hétköznapok nem úgy zajlanak, ahogy te eltervezted, és a kúra, a diéta, a tisztító kúra sem úgy zajlik, és most éppen 10:30 lesz lassan, és én kezdek éhesedni, de itt ülök ugye az ügyeletem, mert a középső lánynak fájt a füle éjszaka,
és elhoztam őt, előtte volt neki láza, és látszik, hogy nincs jó, köhög, valami gond van, ami hát gyerekekkel ugye előfordul. Hála Isten, nálunk nagyon ritka az ilyen eset, de eljöttünk, és mivel nem volt kire hagyni a másik kettőt, ezért három gyerekkel jöttem, és ezt azért mondom el, mert hogy nyilván próbálja az ember minden olyan terhét letenni, ami még plusz energiát viszel, mert hogy így is az energiát kevesebb. Ugye az első fehér hét, amikor nem veszel be annyi energiát, mint amennyit kívánna a szervezeted. Így most már a hatodik napon azért sokkal könnyebb, mert érzem benne a rutint. Viszont reggel 8:30-kor 2 tojást ettem. És ennyi. És a következő, ugye 3-4 óra múlva lesz a következő, ami, hogyha még mindig itt vagyunk az ügyeleten, akkor hoztam magammal 2 főtt tojást, akkor pedig annyi. És nekem ez a nehéz, ezt így kimondani, hogy ennyi, 2 főtt tojást ettem. És valójában most úgy még oké vagyok, iszok vizet, hoztam az italt, de nekem ez így ilyenkor nehéz. És szerintem anyukák ti, akik ezt a kúrát csináljátok, vagy bárki, aki bármilyen kúrát csinál, pontosan tudjátok, hogy ezek a kihívások hozzák azt, hogy na, átbillensz, vagy nem, na, meg tudod csinálni, vagy nem. És bármikor jöhet, főleg gyerekekkel, bármikor jöhet bármi. Amikor egyszer nekem a fogam letört, akkor például 3 gyerekkel kellett szaladnom a fogászatra, és az egyik rajtam ült, a másik még szoptatós pici baba volt, babakocsiba éppen elaludt, hála Isten, a nagy meg ott figyelt. Úgyhogy igazából mindig vannak ilyen helyzetek, és akkor hogyan viszed magaddal azt az ételt, amit még talán nem készítettél el, például én még a mai ebédemet nem készítettem el előre, de nem is tudtam volna elhozni, mert hogy rákot ennék, és a rákot nem lehet így, én legalábbis nem szeretem így, hogy most itt a kórházi folyosón gyorsan hidegen bekapkodjuk, és azt frissen jó elkészíteni, és frissen nagyon finom. Úgyhogy ha hazaérünk, akkor a rákot fogom gyorsan összedobni, de ha nem, addig nem, és nem akarok éhen halni, akkor a 2 tojás, és aztán az uzsonnára lesz a rák. Úgyhogy fontos elmondani ezen a kúrán belül, hogy ezekre is figyelni kell, és igen, ezek támasztják azokat a kihívásokat eléd, amiben megmérettetsz, hogy meddig bírod, és nem kell hősködni, azt gondolom, és nem kell belehalni. Van nálam mandula is, ugye az, amit mondtak, hogy na, hogyha nagyon éhes vagy, akkor pár szem mandulát egyél, és így a 7. nap holnap ugye letelik, úgyhogy vége a fehér hétnek, és a zöld hét az már sokkal könnyebb lesz érzésem szerint, de hát ezt mondták is. Szóval most remélem kapunk gyógyszert, és utána Viola meggyógyul. Sziasztok! Remélem, jól lehet hallani, fülhallgatóval beszélek, mert éppen a vonaton ülök, Budapest és Győr között, és megyek vissza a gyerekekhez, meg a nagymamáékhoz. És a mai nap ugye most már a második hét, a zöld hét, ahol 5 darab zöld hét van és 2 darab fehér hét, és a mostani napok, ma kedd van, úgy zajlik, hogy igen, zöld nap van, zöld héten, és salátával, zöldségekkel lehet megspékelni. És kezdjétek el, hogy két helyen is ettem ma, mert utaztam végig, és ezt majd mindjárt elmondom, hogy ez azért tényleg így a kihívás, hogy az ember utazik több ezer kilométert vonaton éjszaka, aztán utána itt a város vagy országon belül is. No, de hogy voltam olyan étteremben, ahol külön kértem, hogy akkor én úgy szeretném kérni, hogy sómentesen csinálják meg a csirkét, és így tették a salátára, és nem tettek rá öntetet, és nem tettek bele olyat, amit én nem tudok enni. Illetve este egy másikba voltam egy barátnőmmel, és ott szintén elkészítették, és még avokádót is tettek bele, és ezt imádom. És rájöttem, hogy úristen, hát ez nekem annyira most hiányzott valóban. Úgyhogy ez a zöld hét, ez a zöld napok, ezek nekem tényleg felemelőek. No de a lényeg, hogy ebben a sok-sok utazásban azért ember legyen a talpán, aki valóban meg tudja szervezni, hogy akkor és ott és úgy, és most is csörög az óra, hogy ezt idd meg, hogy azt tegyed, hogy így egyed, hogy annyit egyél, hogy hogyan méred le. Úgyhogy tényleg azt remélem, hogy ez olyan rutinnál fog válni, hogy a szervezet már jelez, már a fejem, már a tudatalattim fogja tudni, hogy igen, most van az, hogy mit kell enned. Nálam van, itt van mindig a mandula, hogyha megéheznék nagyon,
és volt is, hogy kellett tennem. Például reggel az amerikai nagykövetségen voltunk, és előtte ugyan megettem két tojást, de hát én ott bent már ugye az izgalom is, meg minden rátör az emberre, és vittem a kis egyéb italomat, úgyhogy nagyon érdekes volt, de aztán kijöttünk, és aztán tudtam inni egy kávét, amiben egy nagyon jó kávézóban mandulatejet tettek, és így fel volt habosítva, és annyira finom volt, én még soha nem ittam így ezt meg, de hát megünnepeltük ugye ezt a nagy eseményt, hogy az amerikai vízumot megkaptuk, és egyszerűen ez volt a haba tortám. És ami nagyon tanulságos, hogy annyira beprogramoztam már előre, hogy én ezt a kúrát végzem, hogy mik lesznek a lépések, és igen, lesznek kihívások benne, sejthetően, de az például nem zavar, hogyha másokat látom, hogy esznek, vagy isznak valamit, vagy a gyerekek most már tényleg az, hogy én készítsem el, az ugye megint egy másik történet, de nyilván azért, mert a főzés maga az nekem nem a top kedvencekben van. De tudom, hogy ahhoz, hogy egészségesen éljünk, és így étkezzünk, mindannyian az egész család, mind az 5 fő, ahhoz ez kell. És szeretném őket is majd később erre megtanítani, illetve a férjemet is, de hát ez egy következő kihívás lesz. No de, hogy el tudunk jutni olyan helyekre, éttermekbe, ahol közben ment a lámpa itt a vonaton, hogy el tudunk menni olyan helyekre, ahol megkérheted a pincért, és ezek nem olyan éttermek, hogy elérhetetlen valakinek is. És nagyon készségesen ezt meg is oldották, és el tudom képzelni, hogy nagyon sok esetben van, aki érzékeny is bizonyos anyagokra, lisztre, tejre, egyebekre, és már ezt is meg tudják jobban oldani. Eddig én erre nem figyeltem, és Szilvi mondta nekem ugyan, hogy hát ők is jártak így, mikor utaztak, és ezt én most megtapasztaltam, úgyhogy ez azért nagyon, nagyon jó volt. És a másik pedig az, hogy mennyire fontos a stabilitás. Ugye az, hogy otthon vagy, visszajött a lámpa, szuper. Az, hogy otthon vagy, és úgy van, hogy tényleg egész bátran betelted a hűtőbe, tudod, hogy ott van, tudod, hogy el tudod készíteni, tudod, hogy minden fűszered megvan, de még utazol, például nekem nagyon jó, hogy anyukáméknál is nagyon sok minden megvan, meg ő is készült, és tojás itt van megint a táskámban, úgyhogy haladunk, hát a második napban még van még plusz 3 nap, de ezt már viszonylag fixen fogjuk tölteni, de találkozok barátokkal, jövünk, megyünk. Ami hiányzik nekem, hogy egy jó pohár kis vörösbort megígyak a barátaimmal, de le tudok róla mondani nyilván, meg hát a cél a 28 nap, és utána egész bátran megengedhetem magamnak, hogy én vörösborozzak a barátaimmal, úgyhogy ezt sem bánom. Szóval a tisztulás, az látszik a bőrön is, mondjuk most óriási karikás szemem van, és itt a vonaton a fény sem annak kedvez, hogy valaki nagyon csinos legyen. De nem is ez a cél, ugye? Itt vagyunk szőröstül, bőröstül, úgy, ahogy vagyunk, de jönnek, tisztul a bőr is. És hát jelenleg ez nekem nem szép, legalábbis én nem úgy értékelem. Úgyhogy én most csütörtökön egy kozmetikushoz is fogok menni, és még ezzel is segítek azon, hogy tisztuljon jobban a bőröm. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy a 28 nap végére e tekintetben milyen változások lesznek. Mindenképpen akartam veletek ezt megosztani. Itt van jelenleg a vacsorám, nézzétek meg. Amit most nem fogok megenni. És én nagyon sok mindent megeszek. És nagyon nem is vagyok válogatós, és a kúra is egész jól sikerül. Az első hét kihívásai után egyre jobban. De hogy itt számít, hogy milyen minőségű halat veszel. Mi most sokat utaztunk, és most hirtelen Svájcban Magyarország, aztán vissza, és most még Magyarországon vagyunk, de a férjem elszaladt a boltba, mondtam, hogy vegyen halfilét, hát amit vett, nem tudhatta, az katasztrófa. Tehát abból se finomat, se jót, se sómentesen, se fűszerekes, se hogy nem lehet készíteni. És itt van még a tepsibe is, úgyhogy ez az egész kuka. Mert hogy valóban a lényeg az lenne, hogy tényleg jó dolgokat tegyünk, és nagyon finom halat ettem, ha jó minőségűt vettem, és ezt hát belehúztunk, nem tudtuk, hogy ez éppen ilyen. Pangasius halfilé, de hát ebbe is van millió fajta, tele volt vízzel, aztán habzott, aztán
újra tepsibe, egy másikba kellett tennem, aztán megint olaj, és leragadt, és szétesett, és nem tudom, hogy miből van különben. Úgyhogy elszomorodtam, éhesen azért nem maradok, van más megoldás is, de így, hogy utazunk, és így, hogy ennyit jövünk, megyünk, így ezért ez egy kicsit érdekes. Sziasztok! Valahol Svájcban, a nagy hidegben, a hálafürkés vonaton vagyunk, és éppen most iszom meg a reggeli teát, amit előre elkészítve hoztam, de ezek az utolsó kortyok, és ma érünk haza, úgyhogy szerencsére minden itt van. Ugye a hálafülkében nem sok hely van, de szerencsénk volt, mert egy nagyon jó fülkét kaptunk. A szűk hatos helyet kaptunk kettőt, ami összenyitható, úgyhogy nagyon örültem. És itt a bőrönben, nem tudom, látszik-e, ott vannak az italok, az előbb vettek ki még a tablettát, a fehérjét, és igyekszem mindent ugye bevenni, meginni, amit lehet, és még a tojások itt vannak, de még nem éheztem meg. Úgyhogy valójában ez így még oké. Okay. És nem sokára, igen, itt van egy szép tó. Mondjuk nem sok minden látszik így. 8 óra 20-kor érünk be, egy olyan bőfél óra még, és akkor utána már ott biztos, hogy reggel idő van, tehát a tükört, a főtt tojás. Az lesz most a reggeli. És aztán utána már 10 órakor otthon leszünk. Ez egy óriási önismeret. Óriási olyan fajta fejlődés, amiben feszegeted a határokat, és látod, hogy és még mire vagy képes, és még mit tudsz megcsinálni. És valójában ez egy nagyon jó érzés, hogy az embernek a határai mennyire rugalmasak, mennyire tágíthatóak, úgyhogy én nagyon büszke vagyok most erre, hogy így az egy hét, öt nap utazásban is csodálatosan meg tudtam oldani a dolgokat, kisebb-nagyobb változtatásokkal, de a fő irányok mindig megmaradtak, és igazából most is még egy kávém van, amit ugye lehet inni, de mivel üresen nem lehet, egy nagyon picike tejjel, mert egyszerűen az élvezetek az, ami egy picit még hozzáad ahhoz, hogy most nem ügyel, nem otthon vagy, és nem úgy tudod csinálni, ahogy, az ilyenkor sokat segít, de amúgy őszintén nem számítottam arra, hogy problémák lesznek, de még ezt is felülmúlt az, ahogy ezt nagyon ügyesen meg lehetett oldani. A mai nap a második hét utolsó napja, ami nagy örömhír, mert ma mérlegelés lesz, és lemérem, hogy mi mekkora, de éppen most a konyhában állok, és főzök. Na és itt van kihívás, ugye? Főzök nagyon finom ételeket ebédre, a családnak, lesz benne nagyon sok finomság, meg még délután tortázunk is, mert apának szülinapja van, és hát nyilván ez csábító, de a kúra alatt mindenképpen ezeket betartom. Viszont ami felbosszantott például reggelre, hogy elkészítettem a joghurtot, de nem állt össze. És egy ilyen folyós, tejszerű valami volt benne, én meg már nagyon éhes voltam, és ez lett volna a reggelim, hogy én ilyen joghurtot eszek gyümölccsel és magokkal, mert nagyon hiányzott, az egy hét utazásban nem volt ez a joghurt. És a tojás és a hús az meg most már egy kicsit unalmas lett, mert nagyon sokat ettem akkor. És én reggelire nem szoktam különben hatalmas reggeliket enni. Nyilván így, hogy kilőve mondjuk a tojás, hús, például halat nem szoktam. Így egy kicsit nehezebb, úgyhogy ez nekem nem volt egy jó hír. És most újra megpróbálom megcsinálni sűrűbbre. Ettem helyette egy kis mozzarellát, avokádót, de nem, tehát ez nem volt komfortos nekem. És próbálom azt kialakítani, hogy tényleg komfortos, tényleg jó ízűen üljek oda. Ne azért egyen meg, mert meg kell enni, vagy azért, mert muszáj ezt tenni, mert akkor azt hiszem, és azt is tanítom és tanulom is, hogy a tudatalattidnak ezt üzened, és mindenféle blokkokat is tudsz adni, aztán ez átüthet egy másik vetületbe, amikor az van, hogy na, távozzon tőlem a tojás, mert nem akarom látni, meg a hús, meg minden. Úgyhogy a héten próbálok egy kicsit a vega felé haladni, ahogy sikerül, elég mozgalmas hetünk lesz továbbra is, úgyhogy igen, tehát újabb kihívások érkeznek. A mai este, az a tornának a negyedik hetében az utolsó este, tehát fél időnél vagyok a hastornával, és itt amúgy is a program szerint van egyfajta mérés.
Na most ugye ez a program kiegészül egy étrenddel, de én nem ezt az étrendet, egy másik étrendet követtem, ez az, ami a tisztítókúra, és ennek a kettőnek együtt az eredményét nézem, mert direkt abban ugye 2 hét telt el, a 4 hétből, tehát ott is fél időben vagyok, úgyhogy szuper együttállás van. No, lemértem mindent, ami szükséges, ami jelenleg nekem fontos, mert hogy meddig tudok csinálni egy plánkot, és meddig tudok fal mellett állni, ez nekem jelenleg nem volt fontos. Nekem ugye a centik, illetve a formálódás volt a fontos, és hát nagyon örülök, mert az eddigi változások, amik amúgy már korábbi tornáim kapcsán, közül a legnagyobb most volt. És ez egyértelműen, hogy az étrendnek köszönhető, de én ezt korábban is mondtam, hogy tornázhatok én egész nap, hogyha az étrendet nem figyelem. És hát azért ez nem egy egyszerű étrend, és 5 kiló, sőt, több mint 5 kiló, ha úgy vesszük, lement. 88,1, ha jól emlékszem, ruhában, amiről indulunk, és most 82,7 ruhában. Úgyhogy ez nagyon szuper eredmény, és még jobb eredményt várok, illetve már a fotókon, már az ismerősök mondják, látják. Most le is fogom ezt fotózni, remélem, hogy ez jól fog látszani, mert azért csalókák a fotók, amiket magunk csinálunk, attól függ, milyen fény van, meg milyen helyzetben állunk, de abszolút lehet érezni, egyre kisebb méretű ruhát is vettem. És a centi úgy néz ki, itt föl van nekem ide írva, hogy 100 centi a csípő, 2 centi mínusz lett, derékban 3 centi mínusz van, és combnál pedig 2. Na most én a 2-2 centit, azt alapból ezt tűztem ki célnak az egész kúrára, vagy az egész tornára, mert volt egy célkitűzés. A derékban a 10 centit, ami azért még odébb van, de mondjuk én egy picit többre gondoltam, szerintem ez van vagy 4-5 centi. Nem biztos, hogy ugyanott mértem, illetve este van, és este a kerület, meg ugye, hogyha az ember fel van puffadva egy kicsit, akkor sokkal nagyobb, de ez látszott korábbi képeken is, hogy egyszerűen hihetetlen nagyra fel tud puffadni egy női has, hogyha éppen mondjuk a menstruáció okán, vagy bármi egyéb étkezés okán van. És én például most, hogy a zöldséget ettem ma, ez nekem például hátrány. Úgyhogy ezt is próbálom figyelni, hogy az étrendben mi az, ami nekem nem jó, mi az, ami nekem nem segít, és persze nyilván próbálom tartani, de úgy érzem, hogy a fehérjéknél például abszolút nem volt ez a jelenség, amikor csak azt tettem. Igen, ami hiányzik nekem, a vízfogyasztás, nem tudom betartani azt a mennyiséget. Nehezen megy, igyekszem, de 2 nagy pohár vizet egyszerre, meg aztán végképp nem tudok, úgyhogy kortyolgatom. Én most fogom lenyomni az utolsó tornát erre a hétre, tehát úgy nézett ki, hogy 5-4-3-3 ez a torna mennyisége, és igazából nagyon örülök, mert a minimum 3-at tűztem ki célnak, és most is például még Laci fekteti a gyerekeket, ő most itthon van, ez nekem zseniális, én még ezt a fél órát ezzel töltöm, és előtte megfürdettem a középsőt, tehát így összedolgozunk, és közben megcsinálom ezt a tornát, összesített adatokat felviszem, mert hogy ez is nagyon fontos, hogy a sikerélményt próbáljuk meg átengedni magunkon, nem is próbáljuk, hanem tegyük meg, mert hogy ez egy nagy eredmény, és én ennek nagyon örülök, és folytatom tovább természetesen, tehát ugye a vége az egésznek március 11-e, amikor is már a végleges mérlegelés lesz. Megállítottam a videót, csak hogy lássátok, ömlik rólam a víz. Innom kell. 23 perce megy. Kutya nehéz. Talán az eddig legnehezebb, vagy már jobban kijöttem a gyakorlatból, mert a hétvégére való 3-as adag, ami minden nap 3 napig ugyanaz, az a legnehezebb szerintem, és hát nagyon sokszor meg kell állnom, vagy a könnyítettet csinálni, de szerintem ezzel semmi gond nincsen, viszont nagyon érzem a törzsizomzatot, a hasat és a fenék, amivel amúgy nekem nincsen gondom, tehát én nem a fenékre, én a törzsre, a hasra, az úszógumira gyúrok, pontosabban gyúrom le. No, hajrá tovább! Let's do it. Let's do it.
Tehát most egy percig tartjuk a plánket, ami azért elég kimerítő. Fú. Próbálom a csípőmet egy picit forgatni. Nem olyan könnyű, közben csúszik kezem, lábam. 15 másodperc. Meg tudom csinálni. Megvan.